Ökumenikus imáit Beleden az evangélikus és a katolikus felekezet tagjai közösen imádkoztak, felkeresték egymás templomait és szeretett vendégséget tartottak. Az elmúlt héten, csütörtökön és pénteken Beleden is megtartottuk az ökumenikus istentiszteleteket a hagyományoknak megfelelően. Először a római katolikus templomba látogattunk el mi evangélikusok, pénteken pedig az evangélikus templomba fogadtuk a katolikus testvéreinket. Egy imádsággal szeretném kezdeni. Testvérek, ma a keresztények látható egységéért imádkozunk. Isten tiszteletünk során az irgalmas samaritánus történetére figyelünk, hogy meghallja a mennyei hívást arra, hogy szeressük Istent, és úgy szeressük fele barátunkat, mint magunkat. A szeretet parancsát emlékezetünkbe idézve, hálaadással és örömmel készüljünk arra, hogy a szeretet Istenével találkozunk. Ezzel az imádsággal kezdtük az Isten tiszteletet. Mivel önnek vannak arról is tapasztalatai, hogy amikor még nem voltak ezek az ökumenikus imáletek, igazából mit jelent most ön szerint akár egyénnek, Beledinek, hogy ellátogathatnak a katolikus templomba, ott is van mise, istentisztelet, illetve a katolikus eljönnek ide az evangélikus templomba? Hát mivel ugye a mi városunk vegyes lakosságú, így nagyon-nagyon jó alkalom ez, hogy kölcsönösen megismerjük egymásnak akár a szokásait, vagy betekintsünk a másik fél istentiszteleti miserendjébe, és mi mindig jó viszonyt ápoltunk egyébként a két felekezet között, és úgy érzem, hogy szívesen veszünk részt ezen az alkalmon. Hát ezzel szerintem eltűnt a múltbeli nagyon nagy valláskülönbség, és egyre-egyre közelebb kerülnek az emberek egymáshoz, és egyre jobban tisztelik egymás vallását, én úgy érzem. Szeretett vendégség is van ilyenkor, az igazából mit jelent? Vendégül látják a katolikusokat például? Igen, most ebben az évben mi evangélikusok tartottunk szeretett vendégséget itt a gyülekezeti házban, ahova tényleg nagy-nagy szeretettel várjuk mindig a katolikus testvéreket, és ők be is jönnek, és most is nagy szeretettel készültek ők is erre a szeretett vendégségre, és sok-sok süteményt hoztak. Mi, mint házigazdák fogadtuk őket, itt elbeszélgettünk, és nagyon jók ezek a találkozások. Még ilyenkor jobban tudunk egymás családjáról is kérdezgetni, több lehetőségünk van, és reméljük, hogy ez a jó szokás ez megmarad a közeljövőben is, mert én úgy érzem, hogy fontos az, hogy így is közelebb kerüljünk egymáshoz. És önök mivel készültek, mivel várták a vendégeket? Mi is süteményekkel, üdítővel, teával, hát egy kis bor is akadt, aki éppen arra kívánt, úgyhogy hát egy szerényebb szeretett vendégség volt, de azt gondolom, hogy azért mindenki megtalálta, már volt sósütemény is, édessütemény is, úgyhogy ezzel tényleg mindenki tudott valamit kóstolgatni, és szépen elbeszélgettünk. Pár gondolat a jövőről. Esperes asszony korábban említette, hogy a fiatalítás nagyon fontos, bekapcsolni a fiatalokat az egyházközség életébe. Ez itt a Beleden meg is történik folyamatosan. Ön hogy látja, jönnek a fiatalok azért az ökumenikus ima héten, akár szeretett vendégségre, hogy látja? Hát ebben még van feladatunk, bár most azért azt örömmel tapasztaltuk, hogy a katolikusok részéről egész kis csapat vonult fel hozzánk, úgyhogy ezúton is szeretnénk azt is megköszönni, és én személy szerint nagyon örültem neki, már ismerem ezeket a kis lányokat, és meg is kérdeztem tőlük, hogy ki hol tarta most az életben. Úgyhogy, de ezt még kellene javítani, hogy többen jöjjenek. Esperes asszony Piroskanin szavaiból kiderült, hogy egy nagyon jó közösség van itt Beleden, nagyon jól összetudnak tartozni, együtt tudnak működni a különböző felekezetek. Önnek mit jelent az, hogy imádkozni tudnak közösen?
Ez a kis füzetke, amit itt a kezembe tartok, ugye minden évben az Ökumenikus Imahétre kiadnak egy kis füzetet, azt a címet hordja, hogy a Krisztus hívők egységéért. És valójában az, hogy mi együtt tudunk imádkozni, együtt tudunk énekelni, adott esetben egymásnak az énekeit megtanuljuk, vagy legalábbis megpróbálunk bekapcsolódni a másik énekébe, vagy keresünk olyan ökumenikus énekes füzetből olyan dallamokat, amelyek mind a katolikus, mind az evangélikus félnek ismerősek, és egymáshoz ilyen módon tudunk közeledni. Ez azt jelenti számomra, hogy egy nyájhoz tartozunk. Egy a pásztor, egy a nyáj. Jézus Krisztus követői vagyunk, mi mindannyian keresztjének, és ez azt jelenti, hogy ebben a hétben, akár 8 alkalommal, akár 2 alkalommal, ugye nagyobb városokban, több alkalommal szervezik meg, hiszen több igehirdető van, és több felekezet van, keresztény felekezet. Szóval ezeken az alkalmakon megélhetjük azt, hogy Krisztus a mi Urunk és megváltunk, őt dicsőíthetjük énekkel, imádsággal. És ami még nagyon fontos, hogy nem csak ebben a két közösségben, a beledi római katolikus, illetve evangélikus gyülekezetben olvasták föl, illetve mondták együtt ezeket az imádságokat, vagy hallgatták ezeket az igéket, az 1 Korintus 13-at, vagy pedig a Lukács 10-ből az irgalmas samaritánus történetét, hanem tudhatjuk azt, hogy akár azokban a percekben vagy órákban, amikor mi összegyülekeztünk, itt Magyarországon egészen biztos, hogy több ezren, de lehet, hogy millióan is ugyanezeket az imádságokat, ugyanezeket a gondolatokat mondták, ugyanezekkel a mondatokkal imádkoztak és emelték fel a szívüket Istenhez, ugyanígy dicsőítették az Istent. És természetesen nem csak Magyarországon, hanem a világ minden táján, ahol ezt az ökumenikus imahetet tartják, több száz nyelven adott esetben, ugye nyilván lefordítják mindig a helyi nyelvre, az anyanyelvre, több száz nyelven hirdették az Isten dicsőségét, ugyanezekkel a szavakkal, ugyanezekkel a gondolatokkal. Úgyhogy ilyen módon a mi közösségeink is összekapcsolódtak. Ezen túl pedig tudhatjuk azt, hogy szerte az országban, sőt, mi több szerte a világban, több millióan gondolkodtak az Isten dicsőséges dolgai felől ezek alapján, az igék alapján, és mondták el ugyanezeket az imádságokat, amiket mi elmondtuk. És ez fölemeli a mi szívünket, és egyúttal reménnyel is tölt el minket, hiszen ez azt jelenti, hogy meg tudjuk mutatni a világnak, meg tudjuk mutatni a város lakosságának, hogy mi együvé tartozunk, egy Krisztusunk van, egy jó pásztorunk van, és egy a nyáj. Ez számomra nagyon felemelő, és remélem, hogy mindannyiunk számára erősíti a hitünket, Krisztusba vetett hitet.